Közel 230 szakorvos regisztrált az idei találkozóra, ahol előadásokkal, videóprezentációkkal készült a szakma. A belgyógyászat és a sebészet határterülete az endoszkópia. A belgyógyászati eseteknél ma már nem csupán diagnosztikai eszköz, hanem kisebb operációkra is alkalmas. Rendkívül nagy a fejlődés, nem csak a képalkotásban, tehát a kép minőség javításában az endoszkópoknak az egyre szélesebb palettája áll rendelkezésünkre, egyre több részét tudjuk elérni a gyomorbélrendszernek, erre felé megy, csak hát sajnos ez egy szegény szakma, úgymond, mert rendkívül drága, és sajnos itthon nagyon-nagyon alul finanszírozott. A vastag és a vékony bél vizsgálataira alkalmas kapszula endoszkópot tavasszal mutatták be a József András Oktatókórházban. A vizsgálatot az OEP jelenleg nem fogadta be, de a szakma dolgozik azért, hogy a bélrendszeri elváltozások felismerése ezzel a korszerű eszközzel elérhetővé váljon a betegek számára. Ez azért is fontos, mert a bélrendszeri betegségek sajnos egyre fiatalabb korban jelen vannak. A pirutin nálunk már szerencsére az operatív, vagy úgynevezett invazív endoszkópos eljárás, de országosan is 3-4 centrumban, az első 3-4 centrumban ezeket a vizsgálatokat tekintve benne vagyunk, és ahogy mondtam már korábban is, sok sebészeti megoldást váltunk ki ezzel az endoszkópos beavatkozással. A Nyíregyházi Kórház endoszkópos munkáját is dicséri az, hogy idén a vándorgyűlésnek a megyeszékhely adhat otthont. Másfél hónap múlva a 19,5 milliárdos tömbkórház projekt harmadik nagy egysége, a belgyógyászat is elkészül, ahol már korszerű körülmények között modern felszereltséggel dolgozhat a szakma, mondta el a főigazgató. Nagyon sokat beszélünk most az egészségügy ugye szakember problémájával, fiatalok itt tartásával. Azt gondolom, hogy az a fiatal, aki most idejön erre az osztályra, a szakmailag nagyon komoly, hogy mondjam, felkészül és nagyon komoly szakmai munkát fog látni. Az országos kongresszuson az egyik orvostechnikai cég a legújabb epeuti endoszkópiát itt Nyíregyházán mutatja be, Magyarországon először.